napot kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött a Vidfürdői Horváth Tehetségpont, azaz a Horváth István Általános Iskola Tehetségpontjának bemutatkozó műhely beszélgetésére. Én Barták Péter vagyok, az iskola intézményvezető helyettese és a Tehetségpont felelőse az iskolában. Erre a műhely beszélgetésre azért is kerül sor, mert iskolánk regisztrált tehetségpont lett 2019 tavaszán, és azóta a tevékenységünkkel azt a célt szeretnénk elérni, hogy majd egy akkreditációs folyamat végén a mi tehetségpontunk is akkreditált tehetségpont legyen. Ennek vannak olyan állomásai, amelyeket szeretnénk teljesíteni ahhoz, hogy a pedagógusaink, illetve az intézményünk tanulóinak szülei is egy kicsit felkészültebbek legyenek arra, hogy a tehetségeinket ki tudjuk választani, és úgy tudjuk gondozni, hogy ezeket a tehetségeket aztán ki is tudjuk bontakoztatni majd. Ezen a tehetségnapunkon ezt a műhelybeszélgetést, ahol azért szerveztük meg, hogy tényleg egy kicsit a tudásunkat megosztjuk, és a közös tapasztalatainkat arról, hogy hogyan lehet felismerni a tehetséget, melyek azok a jellemzők, amelyekkel ezt megtehetjük, illetve milyen viszonyulást kell kialakítanunk azokhoz a gyerekekhez, tanulókhoz, akik valamiben kiemelkedő tehetséget mutatnak, és ezt hogyan tudjuk kibontakoztatni. 2019-ben lettünk regisztrált tehetségpont, tehát Magyarországnak, Magyarország kormányának van egy kiemelt tehetséggondozási programja, és tulajdonképpen létezik több szervezet, amely országos szinten segíti a tehetségeket, illetve azokat az iskolákat, pedagógusokat, akár civil szervezeteket, akik a tehetségek beazonosításával, fejlesztésével foglalkoznak. Nagyon fontos és kiemelkedő a MaTehetsz, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége. Tulajdonképpen ő koordinálja a tehetségpontoknak a létrehozását, minősítését, segíti a működését. Ez a célkitűzése a MaTehetsznek tulajdonképpen, hogy minél több tehetségpont jöjjön létre, és egymással együttműködve, hálózatként egymáshoz kapcsolódva, egymást kiegészítve segítsék a tehetségek fejlesztését, az egész Kárpát-medencére kiterjedt, tehát nem csak Magyarországon vannak tehetségpontok. A mi iskolánknak régóta elkötelezettsége az, hogy a tehetségeket felismerje és azokat gondozza, ennek nagy hagyománya van. Azonban azt kell mondanom, hogy elhivatott és elkötelezett pedagógusként, jó magamat is beleértve azt gondolom, mondhatom azt, hogy ösztönösen végeztük rendkívül pozitív hozzáállással a gyermekek és az iskola érdekében ezt a munkát. És szerencsére ennek az elhivatottságnak és szorgalmas munkának meglett az eredménye. Sikerült összeállítani egy olyan pályázati anyagot, fenntartunk a Veszprémi Tankerületi Központ támogatásával, amelyet benyújtottunk a MaTehetsz-hez. Ez a pályázati anyag egyébként 4 szempont szerint bírálta el a mi eddigi tehetségsegítő tevékenységünket. Elsősorban természetesen ezek szakmai, pedagógiai kritériumok voltak, és benyújtottuk ezt, ahogy itt az előadásban is lehetett hallani, egy elektronikus felületen ezt a pályázati anyagot, és ennek 2019 tavaszán, áprilisában érkezett meg az eredménye. Tehát januárban töltöttem fel az anyagot, és áprilisban kaptuk meg azt az eredményt, hogy viselhetjük a regisztrált tehetségpont nevet, címet, és az ehhez tartozó emblémát. Azt gondolom, hogy ez egy elismerése az 19 előtti tehetséggondozó tevékenységünknek. Hát másrészt én úgy gondolom, hogy
egy iskola arculatához, iskola reklámozásához, menedzseléséhez is egy nagyon jó eszköz. Ez az elismerés tulajdonképpen, mert ez egy elismerés, ugyanakkor ez egy kötelezettséget is jelent a számunkra a jövőt illetően. Meg szintén, ahogy a meghívott előadók is mondták, tulajdonképpen ez lépés volt még csak. Szeretnénk tovább lépni, és szeretnénk akkreditált tehetségpont lenni. Ennek sokkal több kritériuma és feltétele van. Előítéletmentesség, pozitív megközelítés, következetesség, türelem, hit az eredményességben, ezek mind olyan szólamoknak tűnő dolgok, amelyek evidensnek, természetesnek vélhetők, ugyanakkor, hogyha nincsenek meg benne, akkor nem biztos, hogy olyan eredményességgel tudunk tevékenykedni a tehetséggondozásban. Nagy gondot fektetünk arra az intézményi klímára, ahol ezeket a tehetségeket felismerjük, illetve segíthetjük majd. A tehetséggondozás folyamatának vannak meghatározó lépései. Az első ugye a tehetségazonosítás, amelyekhez változatos tanítási, tanulási formák szükségesek. Egy gazdagító programterv készítése, amelyik hát egy tudatos tervezésen alapul, ugyanakkor azt következetesen végre is kell hajtani, valamint konkrét tanulói portfólió kialakítása néhány esetben már nálunk is megtörtént, amikor egy-egy kiválasztott tehetségnek a fejlődését próbáljuk egyengetni. Hogy néz ki a tehetségpontunk? Alsó és felsőfokozatban egyaránt van egy-egy olyan koordinátorunk, aki az ehhez kapcsolódó tevékenységeket összefogja, megtervezi, illetve ellenőrzi a végrehajtását. Ezen kívül van ez a 6 műhelyünk, amelyik a különböző tehetségterületeken próbálja kiválasztani a tanulóink közül a legtehetségesebbeket. Hogy milyen eredménnyel, arról majd egy kicsit később is látunk összeállítást. Szerencsére, hogy így magamnak is, mint intézményvezetőnek, aki ezt a feladatot helyettesemmel együtt koordinálja, jó volt ez a mai műhelybeszélgetés arra, hogy áttekintettük és láttuk a helyzetképet, hogy hol állunk, hol tartunk, mik az előttünk álló feladatok. Fontos, hogy megalakultak már a tehetségműhelyeink, különböző témaköré csoportosulva, ahogy itt láthattuk helyettes kollégám prezentációjából, sokszínű tehetséggondozó munka folyik az iskolánkba, mert én azt gondolom, hogy minden gyerekben van valami jó, valami pozitív, valami értékes. És ezt az értékeset, ezt a pozitív dolgot kell nekünk bennük felfedezni, ezt kibontakoztatni, valamilyen úton támogatni, segíteni, megerősíteni azt, hogy egy értékes, boldog, kiegyensúlyozott felnőtt ember váljon belőle. Nem biztos, hogy egy kutató lesz az illetőből, nem biztos, hogy szakértő lesz, de mindenképpen találja meg azt, amiben jó, és ezáltal lelje örömét a munkájában, legyen boldog élete, legyen kiegyensúlyozott családja. Ha szebben szeretném ezt megfogalmazni, ugye sokkal okosabb emberek, mint például Zeisel Endre, aki ennek a területnek nagy szakértője volt, azt írta, hogy egy érték a tehetség, egy olyan emberi érték, amely mindenkiben megtalálható. Én ezt sokkal később találtam rá erre a Zeisel Endreféle idézetre, mint ahogy én egyszerű pedagógusként úgy gondoltam, hogy minden gyermekben nekünk fel kell fedezni azt a jó dolgot. Még a legelevenebb és legcsibészebb gyerkőcben is. És nagyon szépen fogalmaz Zeisel Endre, hogy ezt a meg kell találni, és addig kell csiszolni, faragni a követ, amíg a drága kő megcsillan. És hát erről szól a mi pedagógusi munkánk, erről szól a műhelyeknek a munkája, a csiszolás, hogy aztán abból a kis aprócska kövecskéből valami drága kő legyen. Az angol nyelvi műhelyünk azon kívül, hogy kistérségi versenyeket szervez, részt vesz a
most jelen időben mondom, de természetesen ez mind múlt időben értendő, hiszen az idei tanévben ezekre nem kerülhetett sor a járványhelyzet miatt. Az előző tanévben nagyon eredményesen vettük részt különféle versenyeken. Az ének-zenei műhelyünkben szintén vannak egyéni és csoportos eredményeink is, hiszen szóló ének kategóriában, illetve az énekkarunk megmérettetéseiben, a minősítések során is rendkívül jó eredményeket értünk el. Az informatikai műhelyünk évek óta próbálja felkészíteni Veszprém megyében talán egyedüliként az általános iskolák közül a tanulóinkat az ECDL, az Európai Számítógép Kezelői Számítógép Használói Bizonyítvány megszerzésére, amelyik 4 sikeres vizsgán alapszik. Képzőművészeti műhelyünk rendszeresen részt vesz különféle versenyeken és kapcsolódik az iskola más rendezvényeihez, akár a Föld napjához, akár a Vízvilág napjához, és így tovább a Madarak és Fák napjához, mind-mind készülnek alkotások, illetve a tavaszi járvány időszakban az online oktatásról, illetve a karanténban eltöltött hetekről, hónapokról is rajzok készültek a tehetségműhely tagjai által. Kreatív irodalmi műhelyünk, amelyik talán egyik legfiatalabb tehetséggondozó műhelyünk, ugyanakkor szinte berobbant az iskola életében, hiszen olyan megyei és térségi versenyeken vettek részt, ahol volt olyan kategória, hogy minden díjat elhoztak, például a Berhidai Adi költészeti iskolai versenyen. De ugyanígy szép eredménnyel vettek részt az Erzsébet királyné megyei olvasói pályázaton, illetve a megyei könyvtár egyéb pályázatain is. Hát aztán a sport műhelyünk, amelyik a kosárlabda és az atlétika területén ért el kiemelkedő eredményeket. Nagyon jól hangzó műhelyeink vannak, tehát a nevük az. Sok helyen értékes munka folyik. A kollégám fel is villantotta, hogy milyen területi, megyei, országos versenyen értünk el eredményeket, milyen nyelvvizsga, ECDL eredményeink vannak. De hogyha mi tudatosabbá és szervezettebbé tesszük tehetségazonosító és tehetséggondozó munkánkat, akkor azt gondolom, hogy ez sokkal hatékonyabb is lehet. Tavaly, illetve ebben az évben, tehát tavaly és ebben a tanévben már továbbképzéseket sikerült szervezni az iskolába. A tavalyi egy Ma Tehetsz pályázat útján elnyert továbbképzés volt. Az idei tanévet megelőzően augusztusban pedig a pedagógiai oktatási központ, a POK-tól kértem egy ilyen segítséget, és hát nagy örömömre szolgált, hogy nagyon gyorsan reagáltak, és tanévkezdést megelőzően helyben szervezett 3 napos képzésen vettek részt a kollégáim. Tehát bízom benne, hogy nem csak a pedagógusi elkötelezettség és a hivatás, hanem az ott nyert újabb tudás révén még eredményesebben tudjuk beazonosítani és fejleszteni a gyerkőcöket. Most az a feladat következik, hogy ezeknek a műhelyeknek ezt a tudatos, tervezett és még szakmailag színvonalasabb programját megalkossuk. Ez egy nagyon hosszadalmas és nem kis feladat lesz. Elkezdtük, bízunk benne, hogy végzünk benne, én hiszek a kollégáimban. Aztán ezek a tehetségnapok, mint például a mai tehetségnap is, szintén azt segíti elő, hogy találjunk tehetségígéreteket. Úgy állítottuk össze ezeket a mai programokat, hogy különböző területen kipróbálhassák magukat a gyerekek, kollégáink ezeket értékelni fogják, és ezeket a felfedezett tehetségígéreteket meghívjuk a különböző műhelyekbe, és ott kollégáim igyekeznek őket továbbfejleszteni. Thank you.
Alsó és felső tagozaton egyaránt zajlottak ezek a műhely munkák. A tehetségműhelyek vezetői a többi pedagógus együttműködésével állították össze tulajdonképpen a programot. Hát a teljesség igénye nélkül, és természetesen az idő is korlát volt ugye a számunkra, hiszen sok tehetségműhelyünk van, a mai nap során nem fért bele, mint hogy minden tehetségműhely bemutatkozzon, és mindegyik foglalkozást állítson össze. Szóval a célunk az volt, hogy a gyerekeknek bemutassuk a tehetségműhelyeket, az ott zajló munkát, hogy megkedveltessük velük, kedvet csináljunk ahhoz, hogy ők is belépjenek a tehetség, valamelyik tehetségműveibe, legyen az a zenei, legyen az a, én most csak így mondom, hogy testnevelés, vagy sport, vagy az idegennyelvi, vagy a képzőművészeti, vagy az a kreatív irodalmi, tehát a hétféle műhely működik az iskolánkban. Tehát a lényeg az volt, hogy kapjanak erről ismeretet, lássanak bele a munkájukba, lássák azt, hogy azok a tanulók, akik már tagjai ezeknek a műhelyeknek, mennyire élvezik ezt, illetve, hogy milyen eredményeket értek el. És ezt követően pedig feladatokat állítottak össze a kollégák. Ennek az volt a célja, hogy egyrészt szintén az érdeklődésüket keltsék fel a gyerekeknek, másrészt ezeket a feladatsorokat a kollégáim ki fogják javítani, értékelni fogják, és ez alapján bízunk benne, hogy újabb tehetségígéreteket fogunk felfedezni. Ezeket a tehetségígéreteket, jól teljesítő tanulókat meg fogjuk invitálni, meg fogjuk hívni az adott tehetségműhelybe. Bízunk benne, hogy a gyerekek ezt vállalni fogják, a szüleik is támogatni fogják őket. Öröm volt nézni például, amikor kimentem a gyerekekhez a focipályára, és láttam, hogy az aszfalt rajzverseny hogyan zajlik, hogy a gyerekek milyen elmélyülten, milyen örömmel tevékenykedtek ott, de egyébként mai nap során sok műhely munkájába többször betekintettem, és nagyszerű volt látni azt, hogy akár a nyolcadikosok hogyan tanultak dalt, és hogyan énekeltek, vagy amikor a testneveléses műhelyünknek szünetben volt egy aerobikos bemutatója, és utána szinte az egész felső tagozat csatlakozott ehhez, és lelkesek voltak, szívesen csinálták. Tehát azt gondolom, hogy a kedv csinálás az egy nagyon fontos dolog volt, fel kell tenni az érdeklődést, és szerintem, ha nem is megy majd versenyre a gyerek, de ha egy értelmes délutáni elfoglaltságot talál magának, nem a kütyüket fogja nyomkodni, hanem egy hasznos tevékenységet folytat, amiben örömét, kedvét leli, és ezáltal fejlődik, akkor azt gondoltam, már elértük a célunkat.
Tehát ezeket a tehetségnapokat tulajdonképpen egy hagyománnyá szeretnénk tenni. De van olyan tervem és célunk is, hogy együttműködjünk más tehetségpontokkal. Olyan tehetségpontokkal, akiknek már mondjuk nagyobb szakmai tapasztalata van, és például ilyen műhelybeszélgetések révén, amelyeknek itt a közösségi ház is most helyt adott, és ezúton is szeretném ezt önöknek megköszönni, sokat tanulhatunk egymástól. Nagyon jó és fontos lenne, hogyha a szülők is eljönnének erre, bepillantást nyernének a munkába, és talán még ők is ötleteket meríthetnének, hogy otthon hogyan tudnák segíteni és fejleszteni tehetséges gyermekeiket. Tehetségpontokkal, tehát különböző iskolákkal szeretnék az elkövetkező időszakban együttműködési megállapodásokat kötni. Az előbb említett együttműködési cél elérése érdekében mindenképpen szakszolgálati igazgatóasszony együttműködésére is nagyon-nagyon számítok, hiszen ő nem csak a tehetségek területén, hanem a különféle hátrányokkal küzdő tanulók fejlesztésében is tud nekünk segíteni. És aztán hát van egy hosszabb távú, már igazából ez egy stratégiai cél lenne, hogy egy tehetségsegítő tanácsot hozzunk itt a környéken létre, ami persze én úgy gondolom, hogy elsősorban a mi iskolánk érdekeit segíteni első lépésben, aztán tovább lépnénk, szeretnénk a térség felé is nyitni, tehát hogy a térség iskoláit, a térség tehetségsegítő pontjait tudnánk ezáltal szakmailag, illetve ne adj Isten még anyagilag is támogatni, tehát valamiféle ilyen pétfürdő és térsége tehetség segítő tanácsban gondolkodunk kollégáimmal, hát egy ilyen 3-4-5 éves idő vonatkozásában. És aztán bízunk benne, hogy ennél azért sokkal korábban, tehát 2-3 éven belül elnyerjük az akkreditált címet, és azt követően pedig nem állunk meg, mert szeretnénk kiváló akkreditált tehetségpont lenni. És bízom benne, hogy ennek következtében egyre több tehetséges gyereket fogunk felfedezni, mert szeretném elmondani, hogy Pétfürdőn, hála Istennek, nagyon sok tehetséges gyerek van. És bízom benne, hogy ehhez a munkához sikerül megnyernünk a szülőket. Nagyon remélem, hogy legközelebb az ilyen műhelybeszélgetésre több szülő el fog jönni. Esetleg közösen össze tudunk ülni, össze tudjuk dugni a fejünket, együtt beszélgetni, és azt gondolom, amikor összefogunk pedagógusok és szülők, annál jobb dolog nincs, és annál eredményesebben egy gyereket segíteni nem lehet, hogyha mi ketten, úgy mondjam, egy követ fújunk a gyermek érdekében. Nagyon remélem, hogy ez sikerülni fog.